Reggel 9-kor gyülekeztek az ARK Magyar Kanizsai Maratonfutók Egyesületének tagjai a Magyar Kanizsai Tisza parton. A bemelegítés után el is indult a csapat, és Adorjánt megkerülve teljesítették a félmaratoni 21,1 kilométeres távot. A mai félmaraton futásra nem is az idő eredményért megyünk, inkább, hogy a csapat egybe fusson, és akkor egy megbeszélt közös tempót próbálunk futni. A félmaratonokat körülbelül az 1:30-1:35-ös időbe szoktam lefutni. Régebben ez jobban is sikerült, mikor többet edzettem, akkor ilyen 1:24-1:25-ös félmaratonjaim is voltak, de mostan az a lényeg, hogy fussunk közösen egy csapattal, és akkor az eredményt most félretesszük. Ebben az időszakban a magyar kanizsaiak is sok félmaratonra, maratonra és ultramaratonra járnak. Az év ezen szakaszában hagyományosan a zombori félmaratonra szoktak eljárni, idén azonban a kialakult helyzet miatt erre nem volt lehetőségük. A zomboriak honlapján láttam egy ilyen ötletet, kezdeményezést, hogy mindenki a saját városába fussa le a félmaraton. És ennek kapcsán gondoltam egyet, hogy összeszedem a csapattagokat, és akkor lefussuk. Nem mint verseny, hanem ilyen csapatépítő jelleget gondoltam az egésznek, tehát egy közös tempót meghatároznánk, és akkor együtt lefutnánk a félmaratoni távot. A közös futás ugyan nem verseny volt. Azok a futók azonban, akik eleget tettek a zombori kezdeményezők kiírásának, ingyenes nevezést is nyerhettek a 2021-es zombori félmaratonra.